Sok szeretettel köszöntöm a Mobil Arena YouTube csatornának nézőit. Dobó Mátyással, a Magyar Telekom új üzletekért felelős igazgatójával ülünk itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad az interjú meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. A témánk alapvetően az IoT, és ebből is ugye elsősorban Narrowband IoT, amit ugye a Telekom most jelentett be, hogy minden országban ez bevezeti, többek között Magyarországon is. Mire lesz ez jó, és ez miben tud mást, mint egy standard mobil hálózat? A legnagyobb különbség, amiben ez egy másik hálózati képességet jelent, az az, hogy ez egy alacsony energiafogyasztású, lényegében SIM kapcsolódást tesz lehetővé a hálózathoz. Tehát lényegében a meglévő hálózatnak a frissítése, de lehetővé teszi, hogy olyan egyedi use case-ek, olyan egyedi megoldások is tudjanak létrejönni a hálózaton, amik eddig nem tudtak azért, mert például olyan, mondjuk egy parkolóban nem tudsz cserélni minden hónapban elemet az adott színmodulban. Az NB-IoT hálózat lehetővé teszi, hogy olyan modulokat lehessen telepíteni például akár egy parkolóban, vagy egy mezőgazdasági környezetben, ahol mondjuk 2-3 évente kell csak cserélni ezeket a színeket. Hát elsősorban a gazdaságosság az, ami itt a lényeg ebben a hálózatban. Abszolút. Ugye maga az IoT ígéret az, hogy minden iparág a legalapvetőbb mélységeiben digitalizálódik. Tehát a folyamatok átalakulnak, minden eleme a folyamatnak digitálissá válik, ami azt jelenti, hogy minden folyamatban megjelennek ezek a kis szenzorok, amik lehetővé teszik, hogy az adott elem vagy az adott működés az mérhető legyen, és digitálisan kommunikálni tudjon a hálózattal. És ez a lehetőség ez azért akkor tud valóban életképessé válni és tömegesen elterjedni, hogyha ezek a use case-ek képesek alacsony energiafelhasználás mellett viszonylag sokáig megbízhatóan működni. És azt említetted, hogy minden iparágnak érdemes lenne digitalizálódnia. Ezt tényleg úgy képzeljem el, vagy úgy képzeljék el a nézők, hogy itt az összes gazdasági tevékenységet folytató cégnek el kell gondolkozni ezen? Abszolút, abszolút. Tehát ez igazából az, ami most jön, ez a korszak, amiben most jelenleg benne vagyunk, az arról szól, hogy minden iparág az ügyfelek konkrét kiszolgálásától kezdve egészen a gyártáson át a logisztikáig digitalizálódnak. Tehát akár legyen szó, tényleg a mezőgazdaság egy nagyon jó példa, hogy a bortermeléstől kezdve a szüretelésen át különböző mindenféle folyamat, ami egy adott iparág, mondjuk egy mezőgazdasági iparági szegmensben benne van, ezeknek a minden egyes elemében van lehetőség arra, hogy hatékonyság javuljon a digitalizáció által. És ezek az új szenzorok teszik majd lehetővé. Most nyilván felmerül az a kérdés, hogy amikor van egy magyarországi kis cég, vagy nem is talán kis cég, hanem egy cég, aki foglalkozik bármilyen ilyen termeléssel, logisztikával, egyéb kereskedelmi tevékenységet folytat, de egyrészt honnan tudja, hogy neki megéri-e digitalizálódnia, tehát ebbe kap-e bármi segítséget, hogy honnan értesül, másrészt mekkora anyagi befektetést igényel ez egy átlagos magyar KKV számára? Alapvetően arról van szó, hogy ezek a Minden iparágnak, mivel ezek nagyon speciálisak, minden egyes iparági szegmensre, vertikumra önállóan jellemző megoldások, ezért alapvetően olyan cégek fogják ezt a transformációt megcsinálni, akik értik az adott iparágat, értik az adott KKV vagy vállalati szegmest. És én azt látom, hogy ez egy ilyen nyitott innováció keretében történik, vagyis hogy ezek a cégek megvizsgálják az adott iparágban lévő KKV-knak a problémáit, ezekre a problémákra megpróbálnak valamilyen konkrét megoldást találni, és ebben a konkrét megoldásban, hogyha van az IoT képes valamilyen hatékonyságot segíteni, akkor az 1-2 éves távlatban mondjuk meg tud téríteni egy ilyen típusú beruházást. És ez nyilván szükség van támogatásra, tehát azt gondolom, hogy sok esetben, ez nagyon sok esetben egy részben információt jelent, tehát egyáltalán, hogy tudják ezek a vállalkozások, hogy van lehetőség arra, hogy hatékonyabban váljanak. Ez egy nagyon fontos információ, hogy maguk képesek legyenek, de nyilván az átállásnak a gyorsítás érdekében lehet, hogy szükség lesz majd különböző forrásokra, támogatásokra, hogy ezek a vállalkozások át tudjanak állni. Most nyilván még az a kérdés fölmerül, hogy ez azt is jelenti, hogy annak a szolgáltatónak, annak a távközlési cégnek, aki ennek a motorja kíván lenni, annak nagyon sok ismerettel kell rendelkeznie olyan területekről, amik eddig nem voltak a napi életébe benne. Ezt hogyan lehet megoldani? A legfontosabb szerintem itt az, hogy
váltást kell produkálni abból a szempontból, hogy hogyan akarjuk megoldani ezeket a konkrét iparági problémákat. Itt a telekommunikációs cégeknek is alapvetően, és nekünk is egy ilyen nyitott innováció keretében együtt kell dolgoznunk azokkal a startupokkal, azokkal a vállalkozásokkal, és együtt dolgozni azon, hogy ezek a problémák meg legyenek oldva, mert egyedül egy darab vállalat nem tud több iparágnak a legmélyebb problémáival megbirkózni, ezt együtt lehet megoldani. Tehát tudunk mi, mint telekommunikációs szereplő megoldásokat és szolgáltatásokat adni olyan partnereknek, akik ezek a partnerek pedig képesek majd a mi ezeknek a KKV-knak, cégeknek segíteni abban, hogy ezeket a konkrét az ő iparágukra jellemző digitalizációs, transformációs problémákat vagy feladatokat megoldják. Melyek lehetnek azok az iparágok, amik ezt felhúzhatják, vagy hol lehet a leginkább számítani arra, hogy az IoT megoldások és ez a transformáció megtörténik? Alapvetően a legfontosabb a logisztika szerintem, logisztikában, ahol már eleve egyébként nagyon, nagyon erős ez a transformáció, de én azt gondolom, hogy az agrárium területén is nagyon fontos, hogy a versenyképesség, egyáltalán a versenyképesség megtartása érdekében ezek a IoT megoldások, ezek teret nyerjenek. De igazából nem mondanám, hogy lenne olyan iparág, ami elengedheti ezt a transformációt. Tehát inkább azt mondanám, hogy nincs olyan iparág ma, amelyiknek nem kell nagyon erőt teljesen haladni abba az irányba, hogy digitalizálja magát, mert tehát a hatékonyság növelésével egyszerűen a versenyképesség fog megszűnni, hogyha ebben nem az irányban nem haladnak a cégek. Most ugye elindul lenne Robin IoT Magyarországon is, ez egy fontos lépés, de mi a következő nagy dolog, amit meg kell tenni annak érdekében, hogy az IoT elterjedjen? Én azt gondolom, hogy Narrowband IoT, ez a hálózati képesség, ez az alapokat teszi le. Tehát ez azt a lehetőséget teremti meg, hogy ezt a hálózati, mobilhálózati IoT kommunikáció széles körben el tudjon terjedni, hogy megfelelő standardek mentén, megfelelő minőségi kiszolgálás mellett ez megjelenjen. A legfontosabb feladat ezeket után az, hogy az egyes iparági szereplők és ezeket kiszolgáló vállalkozások elkezdjék erőteljesen fejleszteni a megoldásaikat erre, és kezdjék el kialakítani azokat konkrét mondjuk szolgáltatásokat, amiket aztán a KKV-k és a vállalatok igénybe tudnak venni, vagy akár a végfelhasználók. És a Telekom például dolgozik olyan külsős fejlesztő cégekkel, akik bizonyos területekre és bizonyos problémákra fókuszálva ezeket megpróbálják megoldani? Abszolút, nagyon sok vertikumban dolgozunk együtt. Autózásban, agráriumban nézegetünk olyan cégeket, és dolgozunk, és próbálunk olyan pilotokat kialakítani, ami meg tudja mutatni azt, hogy ennek a MBIoT, IoT hálózatnak a jövője, ez hogyan fog kinézni. Egy nagyon konkrét példa a Taste Systems egy smart parking, egy okos parkolás megoldást éppen tesztel most az egyik nagy iparági partnerünkkel együtt. Én azt gondolom, hogy most elég sok mindent megtudtunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt a rendelkezésünkre álltál, és szántál ránk időt. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!